magyar himnusszal vette kezdetét a forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából megtartott megemlékezés. Petőfi megzenésített verse, ha fa leszek, ha te fának vagy virága is elhangzott. Először is, mivel hogy bicentenáriumban ugye Petőfi születésének 200. évfordulója, akkor Kormoránnak ugye a Költő visszatér című dalát, amit valamikor a fiatalok énekeltek, és most bevállalta a dalárda, és én nagyon örültem neki, hogy ezt ők ilyen szépen elő tudták adni. Március 15-e az elszántság, a kitartás és a tenni akarás napja. A forradalom lángja a mai nemzedéknek is erőt ad ahhoz, hogy meg tudja vívni mindennapi harcát a megmaradásért, hangzott el az eseményen. Őseink ugye ezen a napon indultak meg a Pilvaxból, hogy kivívják a szabadságukat. Nagyon sokan az életük árán is sok vért adtunk ezért. Ez a fiataloknak ott kéne, hogy legyen mindig a szemük előtt, megtiszteljék ezzel az ősüket legalább ezen a napon. Üdvözellek, oly magas örömmel! Ezen a napon a márciusi forradalom hőseinek azon tettét méltatjuk, ami ha nem is azonnal, de végül is a szabadsághoz vezetett. Emelte ki beszédében Flákó József, a Magyar Polgári Kaszinó elnöke. Mindenféleképp nagy jelentősége van a számunkra, a nemzeti ünnepünknek, és mi itt a Zombori Kaszinóban visszamenőleg sok-sok éve tartjuk már ezt az ünnepet. Nekünk megerősítés mindenféleképp, és nagyon sokan voltak már ma, és ez jó érzés. Minden embernek a kiállása és a hozzáállása az éltető, megtartó és a létünket biztosító erő a nyugatbácskai zombori szórványban, hangsúlyozta Lenner Tímea, a Magyar Nemzeti Tanács tagja. Tradíciók éltetése és a magunkat a jelenben megélni segítenek, én úgy érzem, ezek a példák a múltból, ahogyan Petőfi Sándor példája is, és az aradi vértanúk példája is akár, tehát segítenek, hogy megéljük magyarságunkat a jelenben. A rendezvény folytatásában az egybegyűltek Schweidel József zombori születésű aradi vértanú mellszobránál helyezték el az emlékezés virágait.